Szeretettel köszöntök mindenkit. Újra itt vagyunk az Óbudai Kulturális Központban. Újra egy kézműves foglalkozás. Legutóbb decemberben találkoztunk a Lucca napi kalendáriummal, most pedig a farsang kapcsán állarcot fogunk készíteni. Ami változatlan, az a termények. Egy terményes állarc fog készülni, egy afrikai maszk, illetve, mert ezt elmondom, hogy ez egy nagy türelmet igénylő munka lesz, hiszen egy ilyen nagy állarcot kirakni ezekkel az apró terményekkel, ezért ez egy türelmet igénylő feladat. De hoztam egy másik állarcot is, egy ilyen kis aprócska állarcot. Aki nem szeretne most elbújni a maszk mögé, az ezt elkészítheti. Kaptok, tehát ilyet lehet vásárolni hobbiboltban, ilyen kis lapocskát, és akril festékkel, ami szintén ott beszerezhető, bármilyen kis formát lehet rá festeni, és utána akár kitűzőnek, vagy nyakláncmedálnak, vagy hűtőmágnesnek is használható. De térjünk vissza az állarcunkhoz. Ezt most megmutatom először így, és aztán egy kicsit bele tudtok tekinteni a kulisszatitkokba, hogy miből is készül ez. Hátulról látjátok, hogy egy alufólia az alapja. Az alapnak magának az elkészítése az nagyon egyszerű, és elég gyors is. Kell választani egy tálat, egy teljesen egyszerű tálat, ami jó méretű az arc elé, és alufóliával kell először befedni. Én ehhez az állarchoz 4 rétegbe fettem be, hogy legyen egy kis tartása. Ez még így is azért egy képlékeny, tehát hogy nem nehéz, nem merev, de ennyi kell hozzá, hogy azért legyen egy tartás. Jó, én most itt a mutatvány kedvéért csak 2-vel fogom, de otthon 4 réteget javaslok. Jó, ha ezt így jól befettétek, akkor jöhet a ragasztó. Dekupázs ragasztót használok hozzá, ezt is szintén minden hobbiboltba lehet kapni. Az az előnye, hogy jó vastagon is lehet kenni, mert hogy elveszti a színét, és teljesen átlátszóvá válik, úgyhogy az van ezek alatt a termények alatt is, és ha így jobban megnézitek, csillog is, mert egy idő után ez ilyen csillogós lesz, tehát egy szép felületet is ad a maszknak. Hogyha megvan ez a ragasztózás, akkor papírlapokkal fedjük be az alufóliát. Jó, lehet a tetejét is jó vastagon ragasztózni, hogy a papír egy kicsit így megpuhuljon, és könnyebben kezelhetővé váljon, illetve azért se baj, hogyha ragasztós marad a felülete, mert hogy erre fogjuk ragasztani a terményeket, tehát hogy úgy is kelleni fog rá ragasztó. A papírból nem kell sokat, tehát ez az alufólia, ez a 4 réteg alufólia fogja adni az alaptartását a maszknak. A papírból elég lesz 2 réteg, itt viszont arra érdemes figyelni, hogy az egyik réteg, hogyha az egyik réteg vízszintesen ment, akkor a másik arra merőlegesen kerüljön föl, hogy ne törjön meg a papír. Ne repedjen meg a maszkunk tőle. Most már lassan egyébként nem tudom, mennyire ismeritek a farsangi szokásokat, de szerintem mire adásba kerülünk, a farsang farkánál fogunk tartani, mert hogy a farsangnak csak az eleje biztos. Az biztos, hogy mindig vízkeresztkor kezdődik, január 6-án, de az, hogy mikor ér véget, az minden évben más és más, mert hogy ugye a húsvéthoz igazodik, ami egy mozgó ünnep, és szerintem mire mi adásba kerülünk, már ott nagyon közel leszünk a farsang farkához. Tavaly, aki volt tavaly, az emlékszik, hogy tavaly busóállarcot készítettünk, mert hiszen itt a farsang farkánál szokott a busózás.
lenni itt Magyarországon. Most én teszek még egy réteget erre ebből a papírból, azért, hogy legyen egy kis tartása, hiába csak egy bemutató példány, de hogy legyen egy kis tartása. Szóval ott tartottam, hogy a busójárás Magyarországon az, amivel befejeződik a farsang, mindig a farsang végéhez kapcsolódnak. Sajnos idén nem biztos, hogy ezt élvezhetjük, sőt, ugye itt ilyenkor van a velencei karnevál is, amikre most csak így gondolni tudunk, gondolatba tudunk elutazni Afrikába is. Ha ezzel így megvagytok, ez látjátok, hogy nagyon gyorsan ment, akkor kezdődhet az aprólékosabb munka. Itt vannak a termények. Ugye az afrikai állarcoknak a sajátossága az elütő színek, a jó erős színek. Lehet ilyen jó kis piros babokat is szerezni, mert a pirosat is nagyon kedvelik, de alapvetően ezeket a földszíneket szokták használni az állarcaikba, úgyhogy én most úgy válogattam össze, hogy legyen benne zöld, ez ilyen feles zöld borsó, legyen benne sárga, ez a sárga borsó, és lencse, ami ezt a világosabb barna színt adja, bab, egy kis rizst használtam ott a szeménél, meg a fogakhoz, és fekete bors. Kísérletezzetek bátran másféle terményekkel is, másféle színekkel. Érdemes rákeresni az interneten is, ez is egy ilyen afrikai színvilágot tükröző állarc, a barna, a piros, a zöld, a sárga, ezek mind olyanok, amiket nagyon kedvelnek, és ugye ezek az eltúlzott nagy motívumok, a nagy eltúlzott száj, ezek a minták, mintha a harcosoknak a festése lenne. Meg is tervezhetitek, tehát meg lehet akár kicsit rajzolni, de lehet az is, hogy csak elkezditek így próbálgatni, hogy mi hogy mutatna jól. Hiszen ez azért elég lassan szárad, tehát nem kell annyira nagyon kapkodni vele, lehet cserélgetni a terményeket, lehet próbálgatni. Hogyha elkészültetek, akkor itt oldalt kilukasztva fel is tudjátok tenni az arcotokra, hogyha viselni szeretnétek, akkor érdemes itt kilukasztani, de lehet föltenni dísznek a farra is, lehet köré készíteni akár spárgából egy ilyen díszt, ami az oroszlán sörényét utánozza, és kész is van az elváltozott arcotok, amiben elbújhattok és titokzatossá válhattok itt a farsang idején. Hát én nagyon köszönöm, hogy ma is velem alkottatok, és nagyon jó farsangot kívánok mindenkinek. Sok szeretettel búcsúzom tőletek, Kotvejsz Tímea voltam.